Töltés. Sziasztok, jó napot kívánok, M3 Autóparkban vagyunk, egy Renault Scenic-et nézek, egy 7 személyes autót, sok-sok extrával, például itt előttem egy tempomatnak a kapcsolói vannak. Ezek kívül van ugye ABS-ünk az autóban, illetve bordkompjúter, onnan szemből balról láthatjátok, illetve fordulatszemérő, sebességmérő és az aktuális zene rádió csatorna, ami ott szól, külső hőmérséklet és idő is, ami látható. Digitális automata, klímánk van, CD rádiónk, aztán ötös váltónk van az autóban, és 6 darab légzsák vigyáz ránk és a barátainkra, akik ugye beülnek a kocsiba, például az Feri és Peti. Viszont ez a légzsák kikapcsolható, ilyen pici emberek ülnek ide be, akkor ugye ki kell kapcsolni. Isofixesek az ülések mindegyik darab, és ide is van írva, hogy egy 7 személyes 1.5 DCI motor, 101 lóerős ez a kis dízel motor benne, úgyhogy igen, kapkodja magát, hogyha odalépünk neki. Állítható az ülés és a kormány magasság, teljesen kopásmentes különben mindkét oldalról, fényszóró magasság és a kormányoszlop is állítható. Ezen kívül elektromos tükör, elektromos ablakok ugye balkész felől, ami rendelkezésre áll, és a hátsó utasnak vannak még nagyon jó dolgok, amikkel elláttak. Például ez a hátsó roló, ez egy fantasztikus találmány, nekem nagyon tetszik, így föl lehet húzni és be lehet akasztani, és így a szemünket nem süti ki a nap. Mindkét oldalon van ilyen, illetve van egy kis tálcika, itt ezt föl lehet nyitni és lehet rá pakolászni. Na ezen kívül ugye ezek a hátsó ülések, ezek is izofixesek, ott hátul ugye figyel a légzsák, a szintén kis barátainkra, akik ide hátra beülnek, hiszen az autó ugye az 7-es darab személyes, már is megmutatjuk. Tehát ha kinyitjuk, akkor itt így néz ki a hátulja, van hátsó roló, és akkor hogyha nagyon belemerülünk, akkor ezt ki tudom innen venni. Így, és egy ilyen kis piros kart meghúzunk, és az a kis ülés ide feljön, és már is a helyén van az ülés, így lehet több személynek is utazni, mint ötnek, akár 7-es darab ember is ide ugye befér. 2 év műszaki van majd, hogy az autón, hiszen 2017 és második hóig tart ugye a műszaki vizsgája. Az autót, mint látható, ugye ez egy szürke színű, metál szürke autó, és a motorterét kinyitottam, meg tudjuk még közelebbről nézegetni ezt a részét is az autónak. Itt ha fölnyitom, akkor látható és hallható, hogy csendesen, szépen jár a 101 lóerős dízelmotorunk, szép tiszta tartálya van neki, kellemesen duruzsol, és jó aksi van az autóban, amit szintén indításkor ugye tesztelhettünk. Ezen kívül az autónk az egy esőérzékelővel látták, és kötfényszóró is van benne. Itt az M3 autóparkban ugye ez megtalálható, megvizsgálható, átnézhető, és rögtön el is vihető tőlünk. Úgyhogy várjuk az érdeklődőket. Sziasztok, a viszontlátásra!